Azt mondják, jelene és jövője azoknak a társaságoknak van, akik a nagyjaikat, elődjeiket kellőképpen tisztelik, mondta ma dr. Középesi Gyula emléktáblájának avató ünnepségén a Toldy Ferenc Kórház főigazgatója, dr. Pusztai Dezső. Mi elmondhatjuk magunkról, hogy ezt megfogadtuk, és mindent, amit csak lehet a régi nagy elődöktől megpróbáltunk megtanulni, megpróbáltuk megfogadni a tanácsaikat, és elsajátítani a tudásukat, ismert anyagukat. Dr. Középesi Gyula Hajdúböszörményben született, elszegényedett nemesi családban. Volt a Ludovika Akadémia hallgatója, majd a Szegedi Orvostudományi Egyetem gyógyszerészeti karát is kitűnő eredménnyel elvégezte. Későbbiek során gyógyszerész doktori címet is szerzett, majd Ceglédi gyógyszertárban kezdett el dolgozni. Akkor, mikor a kórház 1970-ben megépült, megemlítette, hogy eljönnék-e vele ide a gyógyszertárba, és megpályáztam ezt az állást. Lényeg az, hogy egy nagyon jó kapcsolat jött létre vele, és hát azelőtt a kórház gyógyszertára annyiból állt, hogy egy raktár, hetenként kétszer volt gyógyszerkiadás, és a magisztrális készítmények azok alkalomszerűen voltak biztosítva. Beosztott gyógyszerészei segítségével hozta létre a kórházi gyógyszertárat, az infúziós laborral és analitikával, melyekért kollégáival együtt elismeréseket kapott. Pest megyei felügyelő gyógyszerész és toxikológiai feladatokat látott el. 1990-ben 68 éves korában ment nyugdíjba. 2011-ben átvehette aranydiplomáját. A kórház aulájában dr. Pusztai Dezső főigazgató és dr. Farkas Pál nyugalmazott főgyógyszerész leplezte le az emléktáblát. Koszorút a kórház nevében a főigazgató, az egészségügyi intézmény dolgozóinak és gyógyszerészeinek nevében dr. Farkas Pál, a család nevében Középesi László, Középesi Gyula unokája, a Magyar Gyógyszertudományi Társaság kórházi gyógyszerészeti szervezetének nevében az elnök dr. Szűcs Attila helyezett el.